Mosolyog szélesebben. Cheese. A legjobb kép valaha. Anya, apa és én. A legjobb család. Fitness üdvözletem, szépségek. És te ki vagy? Az új apád. Ó, micsoda testalkat. Miért tennősz? Nem igazán tetszik ez az izompacsirta srác. Apu, ó, hol vagy? Felesd el azt a nyavajást. Valaki extra kellett erre a képre. Nézd meg, aztán menj. A gebes srácok nem a mi kanapénkra valók. Engem kérdezett valaki? Gyerünk, harapj egyet. Nem akarok. Nincs étvágyam. Apa omlettet csinált, nem tükörtojást. Ez nem megy. Talán gabona? Olyan sok a vitamin a kukorica pehelyben. K-vitamin, D-vitamin, B-vitamin. Kálcium van a tejben. Egyél. Apa jobban főzött. Fitness reggelt. Ó, nyami. Nem rossz. Szégyen magad. Megeszed Lili reggeliét? Igen. Tetszik, hogy mérges vagy. Micsoda izmok. Hagyd abba, anya. Elég. Kiöntöd a tejet. Apa. Igen. Hová? A reggeli fontos. Nincs növekedés nélküle. Jaj, üdös kolbász. Rágd meg, vagy előrágjam. Jaj, oh no. Ki jöhet ilyenkor? Jó napot! Engedj be a lányomhoz! Ne siess! A látogatás célja? Nem kell neked beszámolnom! Vicces is lenne! Ó, használom ezt az alagutat! Engedj be! Ma van apák napja! Hoztam ajándékot a lányomnak! Ebben a dobozban? Wow. Nos, igen! Emoji sütik! Na, ezt nem! A gyerekek nem ehettek édességet! Ez méreg! Tiszta méreg! Képzel csak el! Ha Lili megeszi a doboz tartalmát, fájni fog a foga, a gonosz fogorvos rávégzi. Lili fogatlan öregasszony lesz. Ah, ez borzalmas! Menj a szemétbe, pokoli sütemény! Ne! Gondoskodnod kell a fogairól! Igazad van! Igen, mindig igazam van. Elment. Végre egyedül vagyunk, kedveseim. Lili! Apu! Annyira hiányoztál, kicsi csillagom. A kedved sütim! Üres a doboz! Ne aggódj! Együtt elkészítjük! Megtanítalak! Juhú! Lehet, hogy előbb fejezd be az evést? Igen, persze! Figyelj anyára, édesem! Mutasd meg nekünk a tányér alját! Nyugi, én vigyázok rá! Egy kanál apának! Kedves gyermek! Anyának! Hol hagytad a modorot, Taylor? Elhagytam, hipnobiceps. Szupererő. A nagymamám osztotta meg velem ezt a receptet, a dédnagymamád. Ez titkos. Először lisztet adunk hozzá, csak szemügyre. A liszt olyan vicces, mint a por. Ne hülyeskedj! Szeretek veled süti főzni, apu! Folytassuk! Most adunk hozzá három tojást! Első... Finom lesz! Diplomával sütésből! Kettes számú tojás! Tessék! Fontos, hogy szeretettel csináljuk! Állj! Hol a harmadik? Hoppá! Nyersen! Mindenkinek megvannak a maga furcsaságai. Na és a tej? Étel túl vagy! Ennyi? Csak egy kis csésze tejre lenne szükségünk, csak egy! Szólni kellett volna korábban. Már üres. De Taylor mindig segít a gyengéken. Mi? Ez kezd egyre furcsább lenni. Na, ugyan már ne szégyellősködj. Ez elég lesz? Biztos, hogy elég. A bicepszem ennél többre is képes. Távol kell maradnod tőle. Gyűrd a tésztát. Meg tudod csinálni? Abszolút. A tészta iszapnak tűnik. Tetszik? A lányomnak tetszik. Hoppá. Igen, az arányok elromlottak. Ha ragad, adj hozzá egy kis lisztet. Nagyon keveset. És valóban most sokkal jobb. Te egy igazi cukrász vagy.
Alig várom, hogy elkészüljenek a sütik. Milyen tölteléket tegyünk bele? Imádom az M&M's-t. Lehet, apu? Mondj igen! Nem, az rémálom. Tökre teszi a fogaidat, Lili. Olyan hülyeség, adjuk hozzá őket. Más a töltelék a receptben. Cukorka és dió. Szuper lesz. Rendben. Finom. Elfogadva. Tegyük bele az egész tányérral. Igen, ne fogd vissza magad. Már csak egy kicsit. Adj formát a finomságaiknak és a sütőbe. Jaj, nagyon finom lesz. Mindjárt kész. Siess, kis sütő. Annyira vágyom az édességre. És kész. Milyen imádnivalóan néznek ki, és kellemes illatok van. Sárga máz. Tökéletes. Még valami. Házi emoji süti. Milyen kreatív. És az utolsó simítás. Nutellából készült arcok. Remek eredmény, apa. Nyám. Zoper csapat vagyunk, kedves cukrászom. Az érzelmek teljes spektruma egy tepsiben. Nem kellene millióknak látniuk őket? Rögzítsünk egy TikTok videót. TikTok? Hát persze. Ki csinálta ezt a rendetlenséget? A négyszemű, láttam. Ezt a poént? Ő. Átgorult a házban egy koszos gömbeszkán. Láttad, ki csinált rendetlenséget a konyhában? Apa vagy mostoha apa? Vállalod a felelősséget, vagy baj lesz. Srácok, az őrületbe kergettek a civakodásotokkal. Ennyi, eldöntöttem. Nyaralni megyek. Anya, nem fogjuk kibírni. Gondold át, kedvesem. Ki kell menekülnöm ebből a káoszból? Csak egy hét. Egyél egészségesen, édesem. És ti ketten. Vigyázzatok rá. Jaj. Gyógyír a szememnek. Milyen számító. Reménytelen vagy. Ne felejtsd el a napszemüvegedet. Ciao, majd telefonálok. Élvezd a nyaralást, anya. Mi a helyzet a takarítással? Most inkább tévézem egy kicsit. Megnézem, mi zú a világban. Vigyázzat! Megszökött egy bűnöző, aki gyerekeket rabol el. Szülők, legyetek éberek! Hívjon minket! Minden róla szóló információ segíteni fog. Kérem, tegyen rendet, uram! A konyhában nagy a rendetlenség. Apa, nos, apa, játszunk! Bármit, amit akarsz, angyalom, ülj le! Ne les! Les! Ne les! Les! Látod? Az iszom kupac még mindig itt van! A szemét nem fog magától kimenni! Margit ide hívott! Hello, ez a takarító cég? Jöjjön ide! Várom! Milyen gyorsan? Lesek? Nem lesek! Csak letette. Gyors volt. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. A tisztaság és kényelem küldötte. A megfelelő helyen. Szuper. Egészen imádni való. Állj, láttalak valahol. Biztosan tévedsz. Ez az arc ismerősnek tűnik. Nem, ne gondold. De határozottan igen. Nagyon hasonlít valakire. Sok testvérem van. Srác a tévéből? Igen, szerepeltem egy reklámban. Itt tisztító tündér. Merész öltözet. Te ruhában. Igen, az a zöld ruha. Be fogod végre a szád. Takarító tündér. Nem én csináltam a rendetlenséget. Ez mind a te kulináris ötleted volt. Apa, valami összetört. Megyek megnézem, mi az. Nesze! Tessék! Gyere ide! Nem vártunk senkit. Furcsa. Nincs a senki. Fél óra teljesen elment az esze? Talált egy helyet a földön aludni? Ébredj! Akár a folyosón is aludhattál volna. Ébredj! Riadó! Taylor, baj van! Kelj fel! Tudom, mi fog segíteni! Mi? Ébren vagyok! Tigris vagyok! Merész vagyok! Erős! Gép vagyok! Maximum egy bicikli! Három kerekű! Látom, bármit bevetsz! Csak ne kelljen takarítani! What's up? Hogy tud valaki a földön aludni? Egészségtelen! Aj, hol van a lányunk? Egy perce még itt volt és Kennel játszott! A tisztaság és kényelem megbízottja! Ő egy tisztító tündér! Mi? Mi? Szülők, legyetek éberek! Elrabolta a lányunkat! Fogd már fel! Nem érted!
pusztító tündér. Oh, menjünk a rendőrségre, gyorsan! Nem láttak meg minket. Jól játszol, bujócskát. Hol láttalak már? Te vagy az! Vadd be! Mire készülsz? Nos, lebuktam. Okos lány. Mi ez? Tisztító tündér? Te ruhában? Igen, én vagyok. Fiatal voltam. Kellett a pénz. A frissesség aromája. Lélegezz mélyeket. Gyorsan, arra. Kezeket fel. Mi? Apáik elmentek valahova. Egyedül kellett vele foglalkoznom. Ó, ti, milyen apák vagytok? A kicsit felügyelet nélkül hagytátok. Börtönbe menetek. Ott majd átgondoljátok a viselkedéseteket. Tészt! Szóval most a srácoknak ebben a hideg és kényelmetlen cellában kell élniük. Vajon megfér egymás mellett a stréber és az izompacsirta? Érdekes lesz. Hűha! Tudományos szempontból ez egy csontváz. Mi van? Vedd le a kezed erről az ágyról, az enyém, és itt fogok tanulni. Persze, könyvmoly. Hű, öcskös, én voltam itt először. Vidd a fém hulladékodat el innen. Ó, Istenem! Hány tonnát nyom? Miért hagytam ki a tornaórát? Mindig azt mondtam neked, hogy dolgozz a testeden, tesó. Ó, hagyd csak! Nekem a másik ágy is megfelel. Egyáltalán nem félek, nem félek. Teljesen ártalmatlan már. Anyám, kérlek, tosd távol tőlem! Ideje felpuppálni a bicepszeket, ha? Ideje megerősítenem az elmémet, gondolataimat. Ha-ha-ha-ha! Mi? Mi ez a hülye telekinézis dolog? Biztosan csalás! Ez nem lehet valóság! Gyere a kezembe, kicsikém! Valami nem stimmel itt? Hadd lássam! Láttad? Milyen kövér! Hát borzongató csúszómászó! Most már világos, hogy kiette meg a foglyot! Miért kiabálsz? Megijedtél a kis bajuszostól, aranyos rác? Félek a rovaroktól! Csendet! Értem, csendben leszek! Szegény megijedt! Aludj jól, csótány! Ki van ott? Jó napot! Sürgős kiszállításom van a fogvatartottaknak. Fehérje és könyvek. Kérem, írja alá itt. Egy pillanat és kész. Rendben, törvénytisztelő napot. Hoppá, bocsánat, ciao. Mike, hogy bírja el ezeket? Olyan nehezek. Valószínűleg egy feszítő vas van benne emelte valahol. Megnézem. Fák illata van. Kedvencem, csak egy kanállal, csak egy. Banánfehérje, hogy nekem. Igen, megállíthatatlan. Úgy tűnik, Jacqueline egy kicsit elragadtatta magát. Észre sem vette, hogy megette az egész dobozzal. A fehérje turmix működik, rendelek magamnak is. Nos, könyvszállítás, botanikus, gyerünk, itt a papírhulladékod. Végre átadtad őket. Ó, szép bajusz. Add ide. Jaj, talán fel kellene pumpálnod magad, haver. Bajusz, azt mondod? Fogd ezt a csomagot. A régóta vár. Hé, üres. Mi folyik itt? Ennek a végére járok. Messze mész, jó képű. Akkor mondok valamit. Ülj le, lehajtott fejjel. Csalódott vagyok. Sürgősen sportra van szükségem. Ó, kicsikém, mennyire hiányoztatok. Csak hadd tegyelek. Kölcsön kérhetem a rakományt egy időre. Ne tedd tönkre őket. Ezek könyvtári könyvek. Egy, kettő, tökéletes súlyzó. Kérem vissza az angol könyvet, közeleg a vizsga. Hoppá! A súlyzom némi beállításra szorul. Most emiatt nagyon bevertem a fejem. Megzavartad a fehérje ebédemet. Sheriff, kérlek! Vissza a cellába! Jaj! Jobb lenne, ha az agyadon dolgoznál. Vissza a helyedre, nyavajás! Most vagy soha! Ideje dolgozni, kalapács!
Nem menekülhetek meg egy megbízható asszisztens nélkül. Ragyogó tervem van. Senki nem néz. És ennek az izompacsirtának a súlyzója valóban erős. Igen. Hú. Jó, hogy senki nem lát engem ezzel a csajos súlyzóval. Hűha. Pumpát felsári, pumpát csak. Csak ne fordulj meg. Mire készülsz, lúzer? Na, semmire. Ha segíteni akarsz, találj ki egy módot a lyuk álcázására. Van egy ötletem. Zsaklin, hey, tíz. Nem hallom. Á, értem. Igen. Mi van ezzel? Csábító illat. Maradt még valami a dobozban? Add ide. Tíz. Csak ennyi? Rendben. Majd nem végeztél? Nézd ezt. Gyerünk! Mi? Nos, úgy tűnik, okos ötletben nem vagy erős, de legalább gyors voltál. Klassz! Örökké itt maradok. Még egy reggel, 18.105. nap a faim. Te élsz még? Igen, a vérnyomás ilyen korán emelkedik. Az alagút nem ássa ki magát. Még egy kísérlet. Talán ma fáradt vagyok. Jaj, a kezeim teljesen elzsibbadtak. Öreg, hányszor mondtam már, hagyd abba a falásást, vagy kapsz még egy évet. Hopsz, a fenébe. Mindent elejtek a hátam. Nem hiányzott az isiász. Nos, te, feküdj le. Gyerünk, ne a cserben, kell az a kulcs. Így, a kulcs megvan. Csak ki kell nyitni a zárat, és szabad leszek. Aj, öreg csontjaim, oké, gondolkozz, ez az a kulcs. Gyűlölöm ezt a remegést, nem tudok vele mit kezdeni. Az öregség nem öröm, ugye? Mondtam neked fiatalkorodban, hogy edzened kell, nem olvasni. Úgy tűnik, letöltöttem az életfogytiglani börtönbüntetésemet. Még jó, hogy ez csak Mike Watt fantáziája volt. Hol a szemüvegem? Még mindig itt vagy? Micsoda megkönnyebbülés! Te így csinálod. Fogd ezt! Horog! Ugyanaz, mint rég. Szia! Még egy kicsit, és én... Mike felébredt. Jaj, hát... Mindent ellenőrzést alatt tartok. Hagyjátok abba a lazálás, lusta fejűek, vissza dolgozni! Szenték, miért vannak hárman? Rendben, majd kitaláljuk. Az edzés folytatódik. Micsoda időpocsékolás! Ki van ott? Itt leszel egy darabig, haver. Gyerünk, üríts ki a zsebeidet. Igen. Csak néhány dolgom van, lássuk. Pár karkötő, néhány gyöngy, egy nyaklánc, még egy? Szóval, hol van? Ó, ez illik hozzá, királynő. Ez minden? Igen, majd elfelejtettem. És hogy jutottam ehhez az egészhez? Nem tudok rájönni. Ó, drágaságom, nem adom fel. Elég ebből, mozdulj, majd a bíróságon beszélünk. Új vagyok itt. Dan! Remek, érezd magad otthon. Jaj! Majdnem elveszítettem a kezemet, ez kínzás. Újoncok! Nos, szinte normálisnak tűnsz. Jaj, belenézek a tükörbe. Dan vagyok. Üdvözlünk a börtönben! Helyezd magad kényelembe! Kitartás! Jaj! Nehezebb, mint gondoltam! Még egyszer? Ezúttal biztosan! Rendben, hadd segítsek! Ugrás! Nehéz vagy, haver! Köszönöm, kolléga! Szívesen!
Valami van a párna alatt? Csótány! Ez nem bírja a rovarokat! Hé, ébredj, haver! Mit mondjak? Puhány! Marhatorta, megérkeztek a súlyok, kapd el! Jó, én pumpálom a ritmust, igen! Taylor nyakában vastag arany lánccal sétál, ezzel együtt 50 fekvőtámas csinál, de nem is számolja a mennyiséget, ebben a tesók segítenek! Taylor szereti a fehérjét és a sportos testét, valóságos Apollo olyan, mint egy álom. Taylor nem csinál soha házit, megkéri erre mindig Mikey-t. Én vagyok Dan, fürdök, ha tehetem. Tudom, hol az alagút a börtönben, de nem szökök, mert el vagyok kényelmesen. Itt egész nap szórakozom, ez a cella olyan, mint egy álom. Itt van MC Mike, kell nekem sok like! Én vagyok a legokosabb! Túljárni az eszemen, ne is próbálj! Keresztrejtvény nem okoz gondot, ha a kérdés nem túl sportos! Rossz napod van, mond! Elhúzzuk neked a jót! Testvérek között minden szív egyenlő! Bánat és szomorúság nekünk csak egy vicc! Ez a mi börtönünk! Rossznak helye nincs! Rossz napod van, mond! Elhozzuk neked a jót! Testvérek között minden szív egyenlő! Bánat és szomorúság nekünk csak egy vicc! Ez a mi börtönünk! Rossznak helye nincs! Szuper videó! Megérdemel egy lájkot! Kap-kap! Hello! Itt vannak! Lassíts, te lány! Mit akarsz itt? A rapperek itt vannak! Mégis hová mész? Nem hiszem el! Hé, az! 1002, 1003, kell valami? Mit akar? Furcsa. Ne bámulj rám, te lány! Úgy tűnik, vendégünk van. Szia! MC Mikey, tessék, megtennéd? Segítségre van szükséged egy egyenlethez? Nincs itt semmilyen. Ez egyszerűen szánalmas. Autogramot akar. Igen, igen, léci! Természetesen! Na hát, úgy érzem magam, mint egy sztár! Hé, fehérje király, hallottad? A lány autogramot kér! Újra a helyemen vagyok! Csodálatos! Dan, tessék! Igen, nagyszerű! Jaj, és csináljuk egy selfit, mondjuk! Burton! Burton! Tetszik? Remekül nézünk ki! Hé, egyáltalán nem látszik az arcom! Megpróbálhatjuk újra! Kérlek! Látogassál hozzánk újra! Viszlát! Ezek a vicces gyerekek! Ha? Mi ez a zaj? Autogramot! Kérlek, itt vannak! Látni akarom őket! Istenem! Megtámadták a börtönt! Piroskód! Van egy ötletem! Ezt a lehetőséget nem hagyhatom ki! Autogramot adni szórakoztató! Igen! Olyan mulatságos vagy! Nyugodj meg! Vegyétek fel ezeket a hip-hop ruhákat! Miért? Hogy jól nézzetek ki a fényképeken! A videótok minden rekordot megdöntött! Szervezünk rajongói találkozót! Milliós megtekintésünk van! Szóval sztárok vagyunk, mi? Nos, Taylor és Mike az. Tessék, vedd fel ezt! Te egy sztár vagy a színfalak mögött! De én is rappeltem! Kezdjük! Kérlek, jöhettek egyenként! Wow. Nem hiszem el! Hé, haver! Várj, a pénz az első! 5 perced van! Jó, szia, Dan vagyok! Szia, Dan! Hé, Taylor, Mike! Megnézte a videót? Hé, nézd az ékszereimet! Hűha, olyan vagy, mint egy igazi gangster! Tisztellek! Tényleg te vagy az? Öcsiekkel? Bam! Álmodom! Nem bánod! Természetesen! Nagyon ügyes! Szuper tesó ökölidő! Ne! Nem jó! Hé! Ne felejtsd el, hogy a főerőm az agyam! Ha szeretnél egy képet csinálni, dicsekedni a barátaidnak, rap! Igen, kész! Köszönöm! Viszlát! Taylor és Mike! Nagyon izgatott vagyok! A dalotok egyszerűen fenomenális! Nagy ügy! Mondd, hogy krémi! Igen! Várj egy kicsit, elnézést! Csináljunk egy képet hárman! Gyerünk! Mosolyogj! Hé,
Taylor és az idióta tesói újra együtt. Remek! Tessék, nézzétek! Köszönöm! Én megyek! Szuper kép! Viszlát! Taylor és Mike! Csinálhatok egy fotót? Nem látok, csukd be az ajtót! Mutasd a bicepseidet! Egyenként, szép sorban! Áttörik! Mennyi pénz? Hé, vigyázz! Gyorsan zárd be! Nyomd! Annyi jó dolgot tudnék vásárolni ebből. Ideje emelni a tétet. Nézd, ki ennek? Sziasztok, emberek! A srácaink annyira magabiztosak a kamerák előtt, mintha erre születtek volna. Nos, legalábbis Taylor és Mike az. Hello, hello! Hé, mi a csuda ez? Hogy tetszik az új szemüvegem? Taylor, te vagy a bálványom! Látod, a lányok szeretik az izmokat. Autogramok? Örömmel! Tessék! Hé, ne légy féltékeny! Igen, próbálok. A karizmád még üvegen keresztül is működik. Fantasztikus vagy! Hello! Jaj, a börtönélet nem édes, a felügyelő pénzéhes. Te sok, ami repelünk, egyre nő dicsőségünk. Én minden nap sportolok, a súlyok nem okoznak gondot. Nem hallak. Egy börtöncellában élni, és minden nap repelni. Nem érdekel, mi van kint? Beszélj a telefonba, kérlek. Talizunk! Jó, hogy eszembe jutott. Látod? Most már beszélhetünk. Le vagyok nyűgözve. A börtönsztároknak kiváltságokkal kell rendelkezniük. Lenne egy jótékonysági esemény itt. Igen, érdekesen hangzik, de minden pénzünket a menedzser kezeli. Nem tudom, hol van. Egy perc múlva visszajövünk. Hová mentek? Nos, szóval addig is kérdezhetsz. Állok rendelkezésre. Hey, jaj, áú, na! Amanda, hol vagy? Hé, hey, okos fiú, lehet, hogy a doboz babult. Ez lehetetlen, látod? Ebben van a pénz. Ó, az írás fejjel lefelé volt. Mia? Mindent ellopott! Végre nem kell kényelmetlen és nem divatos egyenruhát viselnem. Ezeknek a rappereknek köszönhetően minden álmomat valóra tudom váltani. Viszlát, unalmas élet! Vigyázz magadra! Nem hiszem el! De most a börtönünknek nincs felügyelője! Ne is nézz rám! Én nem vállalom! Én se, tesó! Mi? Segítség! Segítség! Hát persze! Hé, miért néztek így rám? A banán megfelel neki. A legstílusosabb majom. Nézd! Beteg vagyok és elegem van belőletek. Nem becsültök engem. Az én véleményemet nem veszi figyelembe senki. A csodafegyverünk nem viccel. Az új pozíció megnyugtatja majd. Igazad van, Mikey. Mindenhol a ti aranyos posztereitek. Örökké barátok, igaz? Nem felejtünk el senkit? Csináljunk veled közös képet, ne haragudj! Olyan rossz ez, mint a tegnapi börtönleves. Nem bírok tovább a harmadik kerék lenni. Nyugi! Majdnem megsüketültem. Keressetek magatoknak egy új szolgát. Viszlát, igazságtalan diktatúra. Most molekulákra téplek benneteket. Vagy akár meg is szorozzuk nullával. Reszkessetek, bűnözők! Hoppá! Az egyetlen jó fotóm! Most már nyoma sem lesz szegény Dennek ebben a cellában! Hé, matematika fanatikus! Ziha! Tényleg én leszek a főnök? Ezennek kinevezlek börtönfelügyelőnek! Gratulálunk! Nem hiszem el, hogy eljött ez a nap, srácok! A javítóintézet büszkeségének elegánsnak kell lennie. Ne felejts el a kulcsokat, Mr. Wallace. Ó, kell egy utolsó részlet. Tökéletes. Az arcszőrzettel úgy nézel ki, ahogy egy főnöknek kell. Imádni való okoskán. Hagyd abba. Hová lett Amanda? Mit fog ehhez szólni? Nem vettem észre, hogy eltűnt. Amanda, tudod! Taylornak nagyon hiányzik, de van egy új jelöltem. Ő egy nagyon jó lehetőség. Szia! Szakembert kerestek?
ez egy furcsa fordulat. Jelentést kérek, kisasszony! Enhard nagy, egész nap szemmel fogom tartani a foglyokat. Köszi! És tudja! Mindent megteszek! Szerinted megbirkózol ezzel? Nyugi, Mr. Válasz! Minden rendben lesz! Nem ajánlom, hogy felébrezd a bennem lakozó fenevadat. Le a csecsebecsékkel! Nincs helyük a börtönömben! Mindent ellenőrzés alatt tartok! Huligánok a cellába! Igen, uram! Csak utánatok, kedves bűnözőim! Szóljatok, ha kell valami! Mindjárt jövök! Munkára! Mi szerelmes Enhard nagy! Gyorsan le a nyakláncaitokat! Ha, egyszerűen nem hiszem el! Jó hozza a karaktert! Miért ráncolja a homlokát, kedves bajusz úr? Hát elkaptalak, te sókád! Már érzem, édes lesz a bosszú! Hé, de miért, Danny? Barátok vagyunk, nem emlékszel? Új iroda, új én! Rendezkedjünk be a feng shui szerint! Olyan unalmas ez a belső tér! Megváltoztatom a hangulatot! A bútorok illeszkedjenek az intézményhez! Szerények és bőrtőszerűek! Kis kedveseim! Úgy tűnik, méltó helyetek lesz! A szoba varázslatos le! De az igazi szépségből soha nincs túl sok! Helyezzétek magatokat kényelemben, Mikey és Taylor! Mit szólnál egy kis változatossághoz, tábla? Így van, ebben a sarokban hiányoztak a fényképek, és persze az én ötletem, ünnep a szemnek. Teszteljük a munkahelyet. Jó társaságban lenni. Ez egy álommunka. Először fogom a fogkefét. Dehogy is. Rendben, próbáljuk meg együtt. Óvatosan. Sajtolj ki nekem is. Kezdjük el. Hé, fehérje ember, nem érek el a bölcsesség fogaimhoz. Még veszekedés közben is imádnivalóak. Nézzegyök problémát, kis könnyű. Következő. Ne, tönkretetted a kabala könyvemet. Mit fogok most lefekvés előtt olvasni? Három fekvőtámasz és elájulsz. Jaj, Még szeretném használni az agyamat. Hagyd abba ezt a nyafogást, négyszemű. Elegem van, és nem beszélek veled. Nem is lélegzem az irányodba. Annyira viccesek. Nem lehet megunni ezt a látványt. Hatóság az épületben. Várjunk csak, honnan jöttek ezek a fotók? Mike Pimas arca, Taylor bicepsze. Istenem! Hé, újonc en! Én miért nem vagyok a fotókon? Mr. Wallace, egyszerűen nem passzolsz ide. Készülj fel a főnök apokalipszisre!